Annyira sajnálom, hogy nem teljesen interaktív műfaj még a miénk, mert annyira jó lenne hallani, hogy a nézőink mit mondanak ott a képernyő túlsó felén, mert most megkérdezném, hogy ha operett, mi az első, ami eszükbe jut? Csárdás királynő, nyilvánvalóan. Csárdás királynő bemutató lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Két vendégünk is van, Bán Teodóra, ügyvezető igazgató, és Kis Béaténa opera énekes. Jó reggelt kívánok! Későkom, jó reggelt kívánok! Na hát milyen lesz ez? Ugye Vigyánszky Attila rendezi, aki operetet, ha jól tudom, még nem rendezett. Klasszikus Csárdás királynőre kell számítanunk, hogy ez valami picit más lesz. De azt gondolom, hogy nem szeretnék a rendezőnek a koncepciójáról hosszasan beszélni, de mindenképpen azt sugallja, vagy az a vizualitásunk most jelen pillanatban a díszletet illetően, amelyet Ziegler Balázs tervezett egyébként. Bozsik Ivett a koreográfusa, Pfeiffer Gyula egyébként a karmestere, és Vigyánszky Attila, mint rendező. Ahhoz a csodálatos anyaghoz, zenei anyaghoz nyúlt hozzá, ami kifejezetten vonza a pozitív érzéseket, kifejezetten építi azt a márkát, ami az operetthez, a magyar szellemiséghez is kapcsolódik, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a budapesti Operettszínház főigazgatójával, Kis Béattilával sikerült az idei évben már együttműködnünk, ugye hosszú évekig nélkülözte a Szabadtér Színház az operett műfaját, mert hogy opera, klasszikus, könnyű zene, musical, balett, mindenféle olyan zenés műfaj megtalálható a Margit szigeten egészen 3 hónapon keresztül nagy nemzetközi sztárokkal, hazai sztárokkal, mint ami most itt a Csárdás királynőnél majd realizálódni fog. Mennyire egyébként fokozott felelősség az, hogyha valami olyan darabot, akár színház, akár operettet állítanak színpadra, amelyről mindenkinek van egy képe, hogy Judit felkonferált a haj és operett, akkor mindenki azt mondja a Ha csak egyet ismer, akkor... A nagy albetűvel a Csárdás királynő. Ilyenkor fokozott felelősség, nagyobb izgalom? Maximális a felelősség. Én azt gondolom, hogy a néző a legfontosabb tényező ebben a műfajban. És a néző az, akit nem szabad becsapni. A néző az, aki fizet azért, hogy megkapja azt, amire vágyik. És ebben nekünk nagy a felelősségünk, hogy olyat nyújtsunk, amire ő befizetett. Természetesen elhangzott az a kérdés az előbb, hogy hagyományos-e vagy modern. Mit nevezünk hagyományosnak, mit nevezünk modernnek? Én azt gondolom, hogy eszközeiben kell a színháznak modernnek lennie, és hagyományosnak olyan értelemben, hogy a szerzői szándékot azt mindenképpen meg kell fejteni és tolmácsolni kell. Ezt megértem, ugyanakkor akkor, hogyha egy olyan darab költözik a színpadra, amiből jó esetben egy operett rajongó már legalább 4-et látott, akkor óhatatlan az összehasonlítás, melyik volt a jobb, melyik a modernebb, melyik ilyen, melyik olyan, nem? Igen. Igen, és ezért mondtam, hogyha eszközeiben modern és valami olyat, ez egy pompás műfaj. Az operett az operához hasonlóan az egyik legpompásabb műfaj. És hogyha egy pompás felhozatalban, egy gyönyörű kivitelezésben látja az ember azt, amire befizetett, akkor boldog tud lenni. Vigyánszky Attila mindig egy poétikus színházat művel. És az operett is egyfajta poézis. Bozsik Ivett a másik nagy poéta, és még nem hangzott el Berzsenyi Krisztinának a neve, aki a jelmezekért felelős, részletgazdag, gyönyörű, pompás jelmezeink lesznek, és hát Ziegler Balázs olyan csodát álmodott, hogy ha semmi nem történne, hogyha meg nem szólalnánk, már akkor is érdemes lenne eljönni az előadásra. Lehet, hogy részlet... Lehet, hogy részletkérdés, de a nézők számára szerintem mindenképpen fontos. Említetted a jelmezeket, hogy akkor magyarul nem az van, hogy kihozzuk a ruhatárból azokat, amikbe eddig is felléptek, és akkor mondjuk az operett rajongó azt mondja, hogy jaj, hát ugyanebben a ruhában volt múltkor, és hanem magyarul egy ilyen nagy előadásra új jelmezek is készülnek. Abszolút, teljesen új előadásról beszélünk, és nagyon sok a szimbolikája egyébként egy színházi műfajnak, és így a Csárdás királynőnek is, ugye Kálmán Imre legismertebb darabjának, és azt gondolom, hogy az a márka, amit maga az operett műfaja képvisel, az ebben az előadásban maximálisan kiteljesedik, és lehetőséget ad egyébként nem csak az alkotóknak, hanem az előadóknak is oly módon ebben a pompában megjelenni, ebben az üzenetben megjelenni, ami szerintem egyedülálló. Én nagyon boldog vagyok, hogy egyébként a Budapesti Operettszínház egy olyan műfajt képvisel, ami Európában, mondjuk azt, hogy az osztrákok, természetesen Európában, és ez
az egész világon, azt gondolom, hogy ez a legmagasabb és legizgalmasabb terület. Nagyon sokat beszélgettünk egyébként Vigyánszki Attilával, hogy mit lehet tenni egy negyedszer, ötödször, századszor megrendezett operos. A legfontosabb az, hogy egy olyan műfajról beszélünk, ami másképp máshogyan nem tud megjelenni. Ráadásul egy picit patrióta műfaj, nem? Tehát ez egy nagyon magyar. Képviseli azt a kort, azt a korszakot, azt a történelmet. Monarchikum, ez de jó kifejezés. Ez a monarchiának a haláltánca tulajdonképpen a Csárdás királynő. Szépen halálba táncolta magát a monarchia. És miközben már kinölték az emberek egymást, hogy Kálmán Imre fogalmazott, hogy nem tudok akkor komponálni, amikor öli egymást a világ. Mindeközben benne azt énekeljük, hogy jaj, mamám, de gyönyörű, szép a világ, húzza csak ki világos viradatig, és halálba táncoljuk. Na és akkor nézzük a rövid 20 másodpercünkben, hogy mikor húzzuk is valójában ki világos viradatig. 4 alkalommal lesz most Margit-szigeti szabadtéri színpadon 12-13-án, júliusban, és augusztus 9 és 10. Hát ha jól számolom, akkor ez most péntek-szombat. Így van. Hát akkor én azt mondom, hogy mit lehet kívánni a sok sikeren kívül, derűs eget kívánni. Ez a legfontosabb. Jó időt és érezzék jól magukat, és mindannyian, akik elmennek oda és menjenek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok.